Akár sikertörténetnek is nevezhető a nyíregyházi futszálcsapat elmúlt 3 éve. Az NB3-ból indulva a legutóbbi szezont már az NB1 8. helyén zárta a Lovas Norbert által irányított együttes. Az új idényt felvezető sajtótájékoztatón Mohácsi Máté elmondta, hogy minek köszönhető a gyors fejlődés. Azt gondolom, hogy legfőképpen annak a szervezettségnek köszönhető, ami ugye az e-sport Kft-t amúgy is jellemzi, hiszen van két olyan sportág, a röplabda és a kosárlabda, amiből már tudott meríteni. Mind a terem kapcsán, mind a stáb kapcsán van már egy olyan működő rendszerünk, amire a futszal gyakorlatilag ráépült, és Hepp Tamás kollégámmal ki tudtunk egy olyan rendszert építeni, ami folyamatosan lépcsőről lépkedve, ugye a második évben, mint A-stúdió, Tenkő Szabolcs ügyvezető által egy komoly segítséget megadva, egy olyan csapat alakult ki, akinek most már az NB1-ben az első osztályban szurkolhatunk. Tavaly sikerült a biztos bemaradást kiharcolni, idén pedig nagyobb célokkal vágunk neki a bajnokságnak. A sajtótájékoztatón bemutatták az új játékosokat is. A brazil Gregory mellett Kecskemétről érkezett a 124-szeres válogatott Dávid Rihárd és a szintén sokszoros válogatott Öreg Laki Norbert. Kovács Ádám U19-es válogatottnak mondhatja magát, a kapus Gagyi Sándor pedig a nagypályás fociról váltott a futszára. A szakmai munka első számú felelőse továbbra is Lovas Norbert, aki elégedett a felkészülés során tapasztaltakkal. A kellő erőt megszerezték a játékosok az atlétikai centrumban, utána pedig átértünk itt az arénába a termes edzésekre és a labdás edzésekre, és be volt iktatva 3 felkészülési mérkőzés, amiket igazából megnyertünk, helyenként már biztató játék is volt, viszont ebből ez most igazából csak edzőmeccs, tehát örülünk, hogy nyertünk, és egy nagy pont a végén, mivel kezdődik a bajnokság, ezt a pozitív dolgokat ki kell ragadni ezekből a meccsekből, és a hibákból viszont tanulni kell, és akkor a hétfői kezdésen bízom benne, hogy a Pécs csapatát feljutóként le tudjuk győzni itthon. Dávid Rihárd tudására és rutinjára nem csak a pályán, hanem azon kívül is számíthatnak a társak. Nekem nagyon tetszett az a perspektíva és jövőkép, amit felvázolt nekem Hepp Tamás, akivel folytattam a tárgyalásokat. Nagyon tetszett az, hogy szeretnék fejleszteni a csapatot, illetve magát az infrastruktúrát a csapat mögött. Mindig is szerettem magas szinten játszani, mindig is szerettem magamat új szituációban kipróbálni. Ez is egy ilyen motiváció volt számomra, hogy úgymond egy új klub felépítésében is tudja segíteni a rutinommal. Bízom benne, hogy minden olyan eszközt, amit megkapok, azt tudom én is hasznosítani, és tudom azt a rutint és tapasztalatot, amit megszereztem, azt át tudom adni a fiatalabb játékosoknak, illetve a rutintalanabbaknak. Az A-stúdió futszál nyíregyháza hétfőn 18:30-as kezdéssel fogadja Pécset a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét, Aramisese, Berettyó Újfalu, Nyírbátor SC, Haladás VSE, Magyar Futszál Akadémia, Maglódi TC Deac és Újpest FC Veszprém.